Mozgalmas évet zár az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentőszervezete. Idén összesen 77 ezer mentési feladatban vettek részt, főleg a belgyógyászati ellátások voltak nagyobb számban, majd ezeket követte a baleseti és a gyermekgyógyászati. Megyei viszonylatban jelenleg 18 mentőállomás működik, ezekben összesen 460-an dolgoznak. Idén több helyen korszerűsítették az épületeket. Az idei évben olyan feladatokat hajtottunk végre, hogy mentőállomások felújítása zajlik még jelenleg is. A megyében, amit így meg tudnék említeni, az a rakamazi mentőállomás, ahol az önkormányzat hadható segítségével sikerült mentőállomás részeket felújítani, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Ami jelenleg zajlik, az pedig a kisvárdai mentőállomásnak a külső és a belső tér felújítása, illetve az elektromos vezetékeknek a hálózati rendszerének a felújítása. Egy másik korszerűsítés a mentési folyamatok gyorsaságát segíti. Hamarosan bevezetnek egy úgynevezett intelligens fedélzeti terminált a mentőautókba, amely lehetővé teszi az internetes kapcsolattartást. Ez abban segíti a szakemberek munkáját, hogy hamarabb megkapják a feladatokat, és így késedelem nélkül kiérhetnek a baleseti helyszínekre. Gyakorlatilag a nyugat-európai országokban már ez egy régebbi hagyományokra tekint vissza. Nálunk a dolgozók körében változatos érdeklődés mutat, de januártól pedig már élesben fogjuk ezt használni. Most is egy ilyen próba jelleggel folyamatosan használjuk. Ami még az idei évre vonatkozólag megemlítenék, hogy a főigazgatóság bevezette a 24 órás szolgálatot, az a dolgozók önkéntesen vállalhatják, hogy 24 órás szolgálatot vagy szolgálatban vesznek részt. Gyakorlatilag ezt bármikor visszamondhatják előző hónap, tehát ez nem egy kötelező érvényű. A megyében jelenleg 51 kocsival teljesítik a mentőszolgálatot. Idén 3 új autót kapott a Szabolcs megyei szervezet. A jövő évi tervek között szerepel a gépjárműpark további bővítése és lecserélése. Egy-egy mentőautó felszereltségétől függően 25 és 40 millió forintba kerül.